A Hargita megyei küldöttség tagjai érkeznek a Szekszárdi vármegyeházára. A delegáció mostani látogatása túlmutat a hagyományos kapcsolattápoláson és a kulturális együttműködésen. Mindkét fél ma már a gazdasági kapcsolatépítésben érdekelt. Nagyon sok olyan tartalmi dologgal fel tudtuk tölteni ezt a viszonyt, ami mindennapi embereknek jó. Itt kiemelném a helyi termékmozgalmat, a sziget termékmozgalmat, egymásra tudunk tanulni, közösen tudunk pályázni, közös sikeres pályázatunk vannak, amelyeket most valósítunk meg. Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, turisztikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari és könnyűipari területeken lát esélyt az együttműködés. Ha sikerül közös megoldásokat találni, akkor nyilván fordulunk az Európai Unióhoz, megnézzük, hogy milyen forrásokat lehet ezt teremteni. Amellett a magyar kormány is jelentős támogatást ad a külkapcsolatok ilyen irányú fejlesztésére, és hogyha ez beindulna ez a történet, akkor ez egy öngerjesztő folyamat lenne, hiszen megéri. Ami azt jelenti, hogy üzleti hasznot hozhat ez a történet, és mind az erdélyi magyaroknak, székelyeknek, mind pedig az itthoniaknak, a tolnamegyeieknek ez komoly segítséget jelenthet. A tolnamegyei önkormányzat feltérképezte azokat a vállalkozásokat, akik szóba jöhetnek az együttműködésben, mondta Fehérvári Tamás. Terveik szerint a megyei önkormányzatban létre kívánnak hozni egy olyan szervezeti egységet, akiknek fő feladata lesz a gazdasági kapcsolatépítés elősegítése, a piaci lehetőségek feltárása.